Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban olyan jövendőléseket fogok bemutatni nektek, amelyek ha nem is teljesen tudatosak voltak, mégis valóra váltak. Azért említettem, hogy nem tudatosak, ugyanis egyes ilyen jövendőlések különféle írók agyából pattantak ki, ugye az általuk megírt egyik történet részét képezték, tehát nagy a valószínűsége, hogy ők ezeket a dolgokat nem jövendőlésként fogták fel, amivel túlságosan is sikerült megragadniuk a lényeget, ezért az emberek nagy része úgy véli, hogy kizárt dolog, hogy mindezek véletlen egybeesések legyenek. Őszintén szólva a legtöbb jövendőlés, amivel találkoztam, azok különféle műszaki cikkekről szóltak, vezeték nélküli telefonok lesznek a jövőben, mármint ugye mobilok, meg tévék, meg számítógépek, meg ki tudja, hogy még micsodák, mivel egy-két ilyen jövendőlés Tesla nevéhez köthető, ezért úgy vélem, hogy ezek annyira azért nem olyan megdöbbentő jövendőlések, ugyanis mint tudjuk, azért ő konyított ehhez egy kicsikét, így én most az ilyesféle úgymond jövendőléseket kihagytam a videóból, plusz Nostradamus és Baba Vanga jövendőléseit sem vettem figyelembe ennél a videónál, ugyanis bár köztudott, hogy ők sok mindent megjövendöltek már, és sok jövendőlésük valóra is vált, amivel nagy részt rébuszokban beszéltek, ezért ezek a jövendőlések annyira nem tiszták, igazából ennél a videónál arra szerettem volna fókuszálni, hogy olyan jövendőléseket szedjek össze, amelyek mondhatni teljesen leírták a későbbiekben bekövetkezett eseményeket, tehát nem olyat például, hogy óriási tűz hullik majd az égből és az emberek félni fognak, mert erre sok mindent bele lehet látni, hanem olyanokat például, hogy a Kovács Béla 2 év múlva biciklivel el fog esni a bányatónál, és tényleg elesik, jó, mondjuk azért ilyen nagyon pontos jövendőlésekkel nem találkoztam, de gondolom azért értitek a lényeget, értitek, hogy mit akartam ezzel mondani, és hát akkor most, hogy ezeket így megbeszéltük, akkor nézzük meg, hogy miket nem hagytam ki a videóból. Ja, várjatok még egy kicsit, egy gyors jövendőlés. A videó végére mindenki lájkolni fogja a videót, és mindenki feliratkozik a csatornára. Jól van már, Geri Stradamus. 5. Márk és az üstökös. Kezdjük is egy neves amerikai íróval, név szerint Mark Twain-nel, akiről hát én még sose hallottam, és akinek az igazi neve Samuel Langhorne Clemens. A lényeg, hogy Mark 1835. november 30-án született az Amerikai Egyesült Államokban. Ebben az évben volt, mikor a Haley üstökös, nem tudom, hanyadik alkalommal megmutatta magát az embereknek. Mark ezt egy jelnek vette, és úgy gondolta, hogy az üstökössel együtt érkezett, és ami még érdekesebb, hogy 1909-ben azt mondta, hogy neki az üstökössel együtt is kell távoznia, vagyis pontosabban azt mondta, hogy a következő évben ismét eljön az üstökös, és ő vele együtt fog eltávozni erről a világról. Ehhez azt is hozzátette, hogy nagyon csalódott lenne, ha ez nem így történne, és hát mint kiderült, nem kellett csalódnia, ugyanis 1910. április 21-én, egy hónappal azelőtt, hogy az üstökös megjelent volna az égen, Mark elhunyt. Állítólag szívrohamot kapott. Nos, tény, hogy Mark nem pontosan akkor hunyt el, amikor az üstökös látható volt az égen, de mégiscsak abban az évben hunyt el, amikor az üstökös ismét megmutatkozott. 4. Titanic. Nos, a most következő úgymond jóslatot, jövendőlést már biztosan sokan ismeritek, biztosan sokan hallottatok már róla. A lényeg, hogy egy Morgan Robertson nevű amerikai író 1898-ban kiadott egy általa megírt könyvet, amelynek a Hiába valóság címet adta, és amelyben szerepel egy óriási hajó név szerint a Titán, amely a történet haladtával egy nap egy jéghegynek ütközik, és elsüllyed. Én nem olvastam a könyvet, de a leírtak alapján a könyv egy férfi életét igyekszik bemutatni, vagy végigkövetni, így nem a Titán, vagyis maga a hajó van a főszerepben, nem róla szól a könyv, ám ennek ellenére mindenkit megdöbbentett az, amikor 14 évvel később, 1912. április 12-én az RMS Titanic elsüllyedt, ugyanis a történések túlságosan is hasonlítottak a Morgan könyvében leírtakéhoz. Nos, mivel nem olvastam a könyvet,
Ezért ebben nem vagyok biztos, de állítólag a könyvben szereplő Titán is egy áprilisi éjszakán süllyedt el, akár csak a Titanic, illetve a Titánt is elsüllyeszthetetlennek tartották, akár csak a Titanicot, úgyhogy elképzelhető, hogy Morgan akaratlanul is megjövendölte a Titanic elsüllyedését. Harmadik, hitelkártya. Bármennyire is hihetetlen, de az állítások szerint egy amerikai író, név szerint Edward Bellamy, az egyik 1888-ban írt regényében egy olyan kártyáról, egy lyuk kártyáról, igazából egy ilyen kiukasztgatott kártyáról beszél, amelyel az emberek képesek lesznek hozzájutni bármihez, amihez csak akarnak, akkor, amikor akarnak, lényegében mindezt egy óriási raktárban, vagy valami ilyesmiben, és bizony ezeknek a kártyáknak köszönhetően igazából nem kell kapcsolatban lenniük az embereknek egy mondhatni vásárlás alkalmával. Vagy legalábbis valami ilyesmiről lehetett szó, vagy lehet szó, ugyanis egyesek úgy vélik, hogy a regényben itt egy hitelkártyáról beszél az egyik illető, magyarul Edward már 1888-ban említett egy olyan dolgot, amely napjainkban hitelkártya formájában valóban létezik, mondjuk azért kell rajta legyen mani rendesen, ha az ember költekezni akar, így Edward nagy valószínűséggel egy lottónyertes hitelkártyájáról beszél, de minden esetre én ezt a mondjuk úgy jövendőlést érdekesnek találtam. Második, Obomi. Kezdjük ott, hogy egy brit író, igen, ismét egy író, név szerint John Brunner 1968-ban kiadott egy általa megírt könyvet, a történet szerint 2010-ben járunk, nagy részt az Egyesült Államokban, de ahogy olvastam, vagyunk itt is, meg ott is a világban. A leírtak szerint a történet leginkább a politikára, meg a tudományra hajaz, de most lehet, hogy nagy ökörséget mondtam, úgyhogy mindegy, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a történetben megválasztanak egy afroamerikai elnököt, elvileg ő az első afroamerikai, akit valaha elnöknek választottak az Egyesült Államokban, gondolom már nagyjából sejtitek, hogy miről van szó, és ha ez még nem lenne elég, akkor azt is hozzátenném, hogy ezt az elnököt Obominak hívták. Nos, tény, hogy Obama az nem Obomi, ám ettől függetlenül igen nagy a hasonlóság, és mindemellett természetesen az is tény, hogy Obamát nem 2010-ben, hanem 2009-ben választották meg, de szerintem hát itt is elég nagy a hasonlóság. Ennek köszönhetően talán nem meglepő módon sokan úgy vélik, hogy John, vagyis a könyv írója több mint 40 évvel azelőtt megjövendölte Obamának az elnökké választását. Első, transplantáció. Na, és akkor el is érkeztünk az utolsó jövendőlésünkhöz, amelyet még 1660-ban egy angol fizikus és kémikus név szerint Robert Boyle osztott meg a nagyvilággal. A jövendőlés arról szólt, hogy a jövőben az emberek képesek lesznek transplantációkat, vagyis szerv átültetéseket végrehajtani, és ezzel bármiféle betegséget meggyógyítani. Tény, hogy azért bármiféle betegséget nem lehet transplantációval meggyógyítani, ám maga a jövendőlés akkor is megdöbbent. Bentő, ugyanis az állítások szerint 1660 környékén az orvostudomány még nagyon messze állt attól, hogy bármi ilyesmire még csak gondolni ismerjenek, legalábbis ahogy olvastam, volt még mit tanulni az emberi szervezet működéséről, így mivel 1945-ben hajtották végre az első állítólag sikeres transplantációt a világon, ezért ezt a jövendőlést, hát mondhatni, mindenki elképesztőnek tartja. Mondjuk, ha minden igaz, akkor Robert sok mást is megjövendölt, sok jövendőlése be is jött, és bár ezeknek nem olvastam utána, de ha jól megy majd a videó, szeretitek, akkor lehet, hogy csinálok majd egy második részt is. Nos, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, osszátok, és esetleg, ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!